Sziasztok, én Kati vagyok, és itt van mellettem a csodálatos Csirke. Sziasztok! És ebben a videóban a Toy Story 4-ről fogunk egy kicsit beszélgetni. Nem is tudom, hogy hány éve volt az utolsó Toy Story film. 9. De már majdnem egy évtizede, hogy nem kaptunk Andy kis figuráiból semmit. De most ugye visszatért a Pixar egyik legsikeresebb, meg a legnépszerűbb animációs filmje, hogy tovább vigye egy kicsit a történetet. Ugye a 3 az ott fejeződött be, hogy Andy elment egyetemre, és aztán a játékait azt tovább passzolta a szomszéd kislánynak, és akkor most itt vesszük föl gyakorlatilag a fonalat. Igen, és szerintem nem sokan gondolták volna, hogy ezt a bizonyos fonalat fel fogjuk venni, mert olyan tökéletes lezárás volt a harmadik rész. Annyira kézikönyvvel illő módon rakták egy keretes szerkezetbe ezt az egész sztorit, hogy igazából a végtelen csilliárd dolláron kívül nem sok minden indokolta azt, hogy ezt a történetet tovább kell görgetni, de szerintem szerencsére mégsem érződik, még minimális szinten se az, hogy ez egy fölösleges folytatás lenne, mint amiből már láttunk azért az utóbbi időben párat, elég csak a Rontóra vagy a Legó Kaland második részekre gondolni, amik második epizódok voltak, nem negyedik, és mégis erőltetetten és talán feleslegesen hatottak. Itt viszont én ezt egyáltalán nem éreztem. Igen, abszolút. Én is azt láttam, hogy ez nyilván tovább viszi az első három rész sztoriát, de hogy igazából, ha valaki nem nézett eddig Toy Story-t, mert hogy azok, akiknek ez a film szól, talán azok még nem is éltek akkor, amikor a Toy Story trilógia kvázi befejeződött, azoknak meg ez egy ideális pont lehet arra, hogy felvegyék a fonalat. Nyilván vannak karakterek, akiket már a korábbi játékfigurákra gondolok, akikről a korábbi epizódokban megtudunk egy csomó mindent, de hogy ezek nem ismerete, nem feltétlen rontja olyan mértékben az élményt, hogy élvezhetetlen legyen ez a film, sőt, és igazából, ahogy mondtad is, ez egy tök oké film. Nem feltétlen éreztem azt, hogy nagyon az idősebb korosztálynak szólt volna. Nem, viszont így sem lett kellemetlen. Tehát így is nem olyan, mint mondjuk egy Into the Spider-Verse, vagy akár a Lego Kaland első része, ahol konkrétan meg lehet találni azokat a pontokat, amik a szülő szórakoztatása miatt készültek el, és úgy gyúrtak össze egy tök jó egészet. Itt ez nem ennyire markáns, viszont így is jól fogja érezni szerintem magát apa is, meg anya is. Nincsenek olyan hatalmas nagy mélyen szentó gondolatok, de ez egy olyan film, aminél ez se érződik szerintem problémának, mert kompakt, patent módon össze van rakva az egész, és egy ilyen kellemes családi kikapcsolódás. Semmi rosszat nem lehet, szerintem. Igen, tök jó. Nem lehet megpiszkálni ezt a vázat, amit összeraktam. Igen, tök jól elnavigált középen, se a nagyon bugyutába, se a nagyon felnőttesben nem ment bele. Voltak benne tök jó poénok, amiken tényleg hangosan nevettünk a moziban, amiket jól összeraktak. Kicsit elment ebbe a szentimentális irányba, de ez ugye valamennyire a Toy Story sajátja, igen. Sajátja, hogy anélkül, hogy nagyon mondana valamit, azért érezteti, hogy itt azért érezned kell valamit, mert ez a film erről szól. Úgyhogy a látványa nyilván egyáltalán nem volt probléma, Pixar filmről beszélünk, úgyhogy ha valaki, akkor ők azért vágják, igen, hogy kell animációs filmet csinálni. Úgyhogy szerintem egy tök oké film volt. Nem mondom, hogy bármilyen módon megreformálta volna a műfajt, vagy akár csak újat hozott volna. Igen, de egy negyedik epizódnál szerintem tényleg az is már egy becsülendő teljesítmény, hogy még mindig nem cseszték. Igen. Négy rész óta, és ez azért le a kalappal. Igen, úgyhogy szerintem egyetértünk abban, hogy ajánlani tudjuk ezt a filmet. Teljes messzevességgel. Ha szeretitek a Toy Story-t, ha fiatalok vagytok, akkor rángassátok el apát meg anyát, ha apa meg anya vagytok, akkor meg vigyétek el rá a gyereket, mert szerintünk egy tök király másfél óra. És amit szerintem még ki lehetne emelni, az a kvázi
főgonosz, aki meg nem... Eddig se voltak azért a Toy Story-ban a negatív karakterek ilyen sablonosak, vagy egyoldalúak, de ahogy azért a harmadik részben a rózsaszín mackónál megvolt, hogy ő azért tényleg gonosz, uh-huh. és a végén nem állítja le ott a szemétzúzót, amikor a játékok mennek be a halálba, és kimentik őt. Nem véletlenül kerül a végén a kvázi büntetésként a szemétszállító teherautó elejére uh-huh. a rácsra, hogy nyelje a bogarakat. Ehhez képest itt azt szerintem spoilerek nélkül is elmondható, hogy jóval árnyaltabb a negatív karakter, ez a baba ebbe a régiségboltba, ahol ilyen elég para bábuk vannak, és ott van egy ilyen kedvesnek tűnő kis játékbaba, aki nem is annyira kedves, de utána kiderül, hogy ő igazából mit szeretne, és ez egy teljesen érthető motiváció. Igen, abszolút, úgyhogy ez tényleg nem az, hogy oda raktok valakit, aki ellen lehet, nem tudom, szervezkedni, hanem tényleg érthető motivációi vannak a gonosznak, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy bár egy nyilvánvalóan gyerekeknek szóló film, mégsem minden feltétlenül fekete és fehér, hanem azért ennél, ahogy te is mondtad, árnyaltabb a történet. Úgyhogy szerintem elégedetten jöttünk ki tényleg a teremből, rendben volt a Toy Story 4, ha tudják tartani ezt a színvonalat, akkor innentől akár tovább is mehetnek. Hát most már nem tudom tényleg de most már igen. Most már annyira duplán lezárták igen. Ezt a sztorit, hogy talán innen már tényleg nyakatekerten lehetne csak tovább vinni. De hát reméljük, hogy ha egyszer tovább viszik, akkor annak megtalálják majd a módját. És bennük lehet bízni. Bele erőltetnek valamit. Most már szerintem a Pixar egy új IP-vel is tudna akkorát menni, mint amikorát 6 év múlva egy 5. Toy Story filmmel. Úgyhogy előttük a lehetőség, meglátjuk, hogy mit hoznak ki belőle. Úgyhogy szerintünk a Toy Story egy király film, menjetek el, nézzétek meg. Ha meg már láttátok, akkor meg kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, úgyhogy azt meg írjátok meg nekünk kommentben mindenképpen. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Hasonló tartalmakért meg iratkozzatok fel a csatornánkra, megyünk még mindenféle filmekre, de lesznek videójátékos, képregényes, meg mindenféle egyéb tartalmak is. Úgyhogy most nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!